Az ötösszámú választókerületben mintegy 78 ezer választásra jogosult állampolgár él. Közülük több mint 31 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel a vasárnapi kvóta népszavazás kapcsán. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő szerint ez megközelíti az országos átlagot. Először is szeretném megköszönni az abói és a zempléni polgároknak a népszavazáson való részvételét, hiszen a választókerületben 78.480 polgár jogosult a szavazásra, és ebből megjelent 31.466, mintegy 40,9%-a a választópolgároknak. Ebből 29.728 volt az érvényes, és a legfontosabb, hogy a igen 605 és a nemek pedig 29.423. Vagyis úgy hiszem, hogy megmutatkozott egyértelműen a ötös választókerület polgárainak a akarata, hogy nem kérünk Brüsszel betelepítéséből, hiszen a nemeket illetően 98,9%-os volt az arány. Az országos részvételi arány átlagosan 43% volt, az abaúi és zempléni területet felölelő ötös számú választókerületben 40% volt ez a részvételi arány, ami az országgyűlési képviselő szerint jó eredmény. Magyarország győzött, hiszen egy konkrét kérdésben a polgároknak, akik részt vettek, 98,9%-a szavazott, nemmel. Úgy vélem, hogy ez egy intőjel Brüsszel számára is, hogy nem lehet a polgárok megkérdezése nélkül dönteni bizonyos kérdésekben. Dr. Hörcsik Richárd jelenleg Csehországban egy olyan egyeztetésen vesz részt, ami többek között a migrációs kérdéssel is foglalkozik, tette hozzá. A visegrádi négyek parlamentjei egyeztetnek, hogy a következő csúcsra, az európai csúcsra, milyen véleményt alakítsanak ki a visegrádi négyek parlamentjei, illetve a parlamentek mire kérjék egyöntetően a visegrádi négyek kormányait. Az egyöntetű a állásfoglalás, hogy meg kell állítani Brüsszelnek ezt a fajta téves migránspolitikát, tehát ebben egységesen fognak fellépni a visegrádi négyek, és ahogy itt többen megjegyezték, a magyar népszavazás megerősíti ebben a hitükben, hogy fontos a polgároknak a megkérdezése, és a továbbiakban szolidálnak Magyarországgal. Az itt megszülető összefogás Brüsszel előtt megjelenik a napokban, tette hozzá az országgyűlési képviselő.